Kedves tagjaink, kedves érdeklődők, mai klubnapunkon meghívott vendégünk Csider Zoltán úr, aki a LifeMax okosórát fogja nekünk bemutatni, ami kimondottan 65 éven aluli fogyatékkal élőknek lett kifejlesztve, és én át is adom neki a szót. Jó, köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit, Csider Zoltán a LifeMax Egyesülettől. És igazából a segélyhívó eszköz fogom önöknek most ezt bemutatni. Magát az eszköz szeretném bemutatni, és utána a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt, és aztán az elérhetőséget, akit érdekel, azt meg tudjuk majd konkrétan beszélni. A jó hírem az, hogy bárkinek erre szüksége van, akkor rajtam keresztül tud ez az eszközhöz hozzájutni. Kapcsolódnék arra, hogy a 65 év feletti embertársainak, akiknek ez jár ingyen, hasonló az eszköz, a nagysága. Ugyanez majd körbe fogom adni és meg lehet majd fogdosni, mert önöknek ez sokkal többet mond, mint ahogy én ezt el tudom mondani. A lényeg az, hogy ez a kis pici eszköz tartalmazza a segélyhívót, tartalmaz egy szenzort, egy elesésjelző szenzort, tartalmaz egy telefon SIM-kártyát, és tartalmaz egy helymeghatároló GPS-t, ami ebben a kis pici eszközben mind megvan. Hogyha ez mind megvan, akkor ebben együtt le is tudjuk adni a vészjelzéseket, és azokat a vészjelzéseket azt úgy tudjuk látni, hogy van itt középen egy SOS gomb, aminek a megnyomása 3-4 másodpercekkel egy nyomásával elindul a vészjelzés a diszpecser központba. Ha netáltán valaki elesik, ugye alapvető követelme, hogy ezt hordjuk magunkon, lehet nyakban hordani, és lehet karpánton is hordani, a uraknak van egy övcsét, ezt is kifejlesztve. Tehát, hogyha valaki ezt használja és ebből elesik, ugyanúgy az érzékelő elküldi a segélyhívót. Ki lehet alakítani egy újdonság különben, egy úgynevezett GPS koordinátorrendszer, kvázi egy geokerítést. Bocsánat, de engem most nagyon sokan hívnak. És ne haragudjon, éppen most bemutató tartok, vissza fogom önt hívni, jó? És pont a lámpás együttesnek egyesületnek tartom, jó? Vissza fogom önt hívni. Köszönöm, hogy hívott. Csókolom. Egy meghívás egy másik napra. Szóval egy úgynevezett geokerítést is ki lehet alakítani, ami azt jelenti, hogy mondjuk legyen az origó pont maga az önök lakása, és egy másfél kilométeres sugarú kört is ki lehet alakítani, és hogyha valaki azt elhagyja, akkor már szintén elmegy a segélyjelzés. A GPS-szel az a nagyszerű dolog, hogy bármikor, mivel hogy látják önöket ebben az eszköz, hogy merre van, akár még haza is tudják vezetni. Ez ami nagyon-nagyon fontos dolog. Maga az eszköznek a beüzemeléséhez van egy úgynevezett dokkoló, és most akkor azt szeretném megkérni, hogy akkor nyugodtan menjen körbe ez a dokkoló, amiben az előbb én belehelyeztem ezt az eszközt, és azt mondja, hogy készülék. Ez újdonság, amit itt látnak, mert bele csattan kvázi, hogy oda tudom. Mágneses, gondolom. Mágneses, ott alul, és ennek az eszköznek is mágnes van itt az elején, és hogy leteszi az asztalra, odaadom önnek a kezébe, és csak így belehelyezze így. Ja, értem, aha. És csak úgy egyenesen, és behúzta. Igen. Tényleg, nagyon szuper. Hagyja ott. És még töltődik. Igen. Ez azt jelenti, hogy most benne van a helyen, igen, és töltődik. Bár ugye, nézzék meg, vagy hát... Ja, igen, mondom, hogy besincs dugva a kettőhúzva, de maga ez a dokkolónak is van egyfajta lehetősége, hogy töltés alatt van. Tehát akkumulátor van a dokkolón, akkor és van, akkor... Van. Igen, ez kihagyjuk. De a jó hírem az, hogy ez ugyanúgy, ahogy lehet használni a telefonoknál, nincs túltöltöttség, nem megyünk rá, amennyi kell, annyit vesz csak fel, és semmiféle plusz áramot nem akar elhasználni. Hol van a gombja? Középen, jó helyen keresi, másik oldalt. Ott. Kifolyuk, ez? Igen. Kifolyuk majd próbálni, jó? És akkor majd a diszpecser központos. Hogy kell visszere? Fordítva. És úgy most bele, egyenesen. És éreztem, hogy igen, behúzta. Húz. Igen, mert bemondja akkor is, hogyha lemerült.
Igen, közben én is kell nézni, közben ki mi tudja érezni, közben állókat csinálok. 65 felett, akiknek jár a gondos óra, az az eszköz az hasonló, de ez a dokkolója az eszköz. Ez ki van felesztve kimondottan erre. Azok a gombokat, amit ott éreztek, azok ki vannak iktatva, hogy ne is zavarjanak senkit meg. Úgy... Mert azt te mennyire érezted így, ki tudtad-e tapintani, mert engem az érdekel, hogy én tudatékosságügyi tanácsolatban. Jaj, köszönöm. Én néztem. Igazából, hogy aki egyáltalán nem látott. Elsőre nem lehet. Azért kérdeztem, hogy hol van a gomb, de amikor már mondták, hogy középen, És még hogyha majd megnyomjuk, majd 3 másodpercen keresztül tartva, akkor viszont már elindul majd a segélyhívás. De amúgy nem lehet érezni, mert teljesen egy síkban van a... Jó, hozom vissza. Teljesen egy síkban van, hogy elhatészlik. Igen, de ez azért van, mert ha kilógna, akkor be akar égelmébe. Tehát egy picit igazából egy sűjjesztő is oda dömennek. Fine. Neked? És ott itt előmutatom, látja, érzik el ezt a gombot itt középen? Hát nem, igazából csak tudom, mert elmondja, hogy ez gomb, de... Aha. Jó, hát ezt igazából tényleg első alkalommal aztán... De lehet, meg annyi, hogy van egy peremetet. Igen, valamilyen, esetleg ilyen van. Van, hogy is mondjam, ilyen... Ugye van pereme, és akkor abból lehet ilyen. De középen érezheti is a betűke, van brejtöket. De én az az üdös... Nem lát egyáltalán. Értem, csak az ujjával lehet érezni az, ott a középen a gombon a betűket. Én értem, csak ugye én sajnos ugye nem minden szeretetnek tanították meg mindig a sík írásbetűit. Értem. Egy kicsit beljebb majd, de erre lehet ilyen jelölőpöttyöt tenni például? Amúgy abból, hogy van egy pereme, abból lehet tudni, hogy az a gomb, mert a perem veszi körbe. Az adom önnek is. Tehát már, hogy van egy pereme a gombnak. No. Azt viszont érzékeltél ki kívül, hogy ilyen szilikonos bevonat van, tehát folyamatosan mondom a jó híreket, ezt zuhanyozni is lehet használni, zuhanyozás közben. Van hozzá, sajnos nem jár az opcióként meg lehet vásárolni egy egyszerű 3000 forintos karpántal, amit anyukámnak én már megszoktattam, és úgy nőtt zuhanyozni is. Nyilván nem pancsolni kell vele, nem pedig a kádban órákat belemenni, hanem egy sima egyszerű zuhannal, és ne a nyakában legyen. Vagy ha azt szoktam mondani, hogy van egy hely, ahol be lehet akasztani a zuhanyozás közben, az is jó, de én azért szeretem, hogyha önökön van, mert ha elcsúszik, akkor az elesés jelzőben lesz. Tehát ebben az a nagyszerű egyben az is, hogy az elesés érzése sok olyan szituáció megoldódik, ami idáig ide nem lehetett megoldani. Nem. Aha, igen. De kivállalja be, hogy riasztunk egyet? Én bevállalom. Bármelyik. Akkor Vera. Vera, jó. Annyi a kérésem, hogy ezt a gombot adja meg találkozni, akkor egy ilyen 3-4 másodpercig elég komolyan nyomja meg. De folyamatosan nyomja, és egy hosszú. És csippant egyet. Rezeg? Igen. Akkor ennyi elég volt. Semmi, mindjárt várni kell, hogy bejelentkezzenek. Azt, csináljuk azt, hogy most megnyomta, mert vagy beszélyeztetve érezte magát, vagy pedig rosszul értjük, és mert meg tudta nyomni. És most 10-11 alkalommal most, hogyha abba hagyom, hallják? Igen. Most megy a jelzése. Most a diszpécsi központ, ugye ad időt önöknek, hogy ezt véletlenszerű megnyomásra ki lesz a kapcsolat, ezt nem szoktam megmutatni. Telefonon keresünk. Halló, szervusz, Csider Zoltán vagyok, a kollégád, és egy próbajelzést küldtünk el. Segítené nekem abban, hogy meg tudnám nekem mondani, hogy ez az eszköz most hol van helyileg? Ó, Istenem. Odaadjam a kabátot. Légy szíves. Elnézést kérem. Köszönöm szépen. Ez a... Murphy. Mindjárt nem kapunk. Elnézést. Sajnos egy picit még türelmet kérek tőled, mert egy telefon éppen most lett lealkítva. Megmondanál akkor újra, hogy akkor hol vagyunk most helyleg? Igen, a Haller út és a Fehér út között.
Köszönöm. Így van, a sarka, így van, a GPS-jel ott mutatja. Jól mutatja, köszönöm. Egy utolsó kérdés, meg tudnám mondani, hogy a töltöttségi szinten hogy áll ez az eszköz? Igen, most jelenleg 82%-on van. De szépen. Nagyon szépen köszönöm, nem is dolgoztatok tovább, tovább is jó munkát, szép napot. Szervusz. Itt van a Haller utcában. Elnézést. Ez a Haller utcában. Pont ekkor csörgött a telefon. Tehát. Akkor ugye mi a villamos megáll, hogy Balázs jön. Igen. És visszajött. Ez a Haller utcában. Akkor teljesen. Tehát ezeket a két kérdést nem letettem fel. Tehát te megnyomtad a gombot, és fölhívott egy diszpecser központban dolgozó emberkel, hogy miben tud segíteni. Igen. Ha neked van egy ilyen eszközöd, akkor ő neki már a komputerrel kimutatja, hogy téged hogy hívnak, hol laksz, milyen gyógyszereket szesz, tehát ez egy nagyon fontos adatlapot ki, milyen betegségekkel rendelkezel, a legutolsó akár orvosi vélemény róla, és onnantól kezdve már ő tudja, hogy te ki vagy. És ha tudsz válaszolni, és meg tudja veled beszélni, hogy mi a gond, és ha tud segíteni, akkor már tovább léptünk. Ha nem tudja veled fölvenni a kapcsolatot, akkor az adatlapon megadott értesítendő személyeket hívja sorban. Ha ő velük se tud semmiféle kapcsolatot fölvenni, akkor viszont hívja a mentőt. Sőt, tovább megyek, hogyha elesési érzéssel, mert azt is érzékeli, tehát nem csak a segélyhívó, tehát most megnyújt a gombot, azt érzékelt, hogy segélyhívás történt. Ha elesel, akkor azt jelzi, hogy elesési érzés történt, akkor eleve már, ha te nem tudsz erre válaszolni ezekre a kérdésre, ugye telefonként működik ilyenkor, akkor már a protokoll szerint akár a mentőt is kihívja. Értesítendők azok fontosak a ti környezetetekben, akik tudnak segíteni. Jó dolog az, hogyha valakinek van a szomszédben egy olyan ismerős, akinek van egy kulcsa a lakásodhoz, úgynevezett kulcsos embert is be lehet írni. Ez sokat számít. Igen. Ilyenkor, amikor vészhelyzet alakul ki. Ez így rendben van, ugye? Igen. Szuper. Akkor beszélek egy kicsit a diszpécser központról, jó? A vezetőjük a Molnár Zoltán úrnak hívják, hogy mentőtiszt. És azt úgy kell elképzelnetek, hogy a központ az viszont Püspökladányban van, 3 vagy 4 éve épült egy vadonatúj épület, EU-s forrásból lett felépítve, azt sem lehetne Püspökladányban, mert így a felzárkóztatás, megjelenik a felzárkóztatások miért kell elvinni, mert másképp azt nem is, lehet, nem is jön létre, és 4 beülő van, és van egy 5., ami meg el van látva akkumulátorok, hogyha esetleg elmegy az áram, tehát mindenre föl vagyunk készülve. A mentőtiszt úr negyedévenként vizsgáznak a hölgyek uraknál, és egészségügyi képzést kapnak. Például egy pánikbetegséget tanulják, most éppen akkor múltkor legutoljára ott voltam. Mm. Jó. A jelzése. Telefon. Tehát hallottátok, hogy ami fontos, hogy ti nem tudjátok fölvenni a hívást, és nem tudjátok letenni. Mm-hmm. Egyetlen egy dolgot kell csinálni, használni. Igen. Vagy anyagba, van egy ilyen, azt is majd körbe adom, vagy pedig a karpánton, vagy pedig az övcsipesz. Egyetlen egy dolog mindig, mindenkitől csak annyit kérek, mert akkor én akármit mondok, hogy ez nagyon jó eszköz, szuper eszköz, hogyha ez nincs használva, hát akkor nincs értelme. Tehát, hogyha le van rakva valahol a konyhába, és hogyha én a fürdőszobában fejlállok minden jancsiszög, akkor ott segít rajtam. Igen. Tehát ez az, amit meg kell tanulni mindenkinek, és ehhez megy, akkor onnantól kezdve jön a további jó érem. Ez a dokkoló, ugye, amivel mindig halljátok, hogy készség töltődik, hogy ez be kell dugni a 220-as kapcsolóba, ugyanúgy, mint ahogy akár a telefont is, ugyanúgy OSB van benne, csatlakozó, és az első alkalommal 4 órát kell, hogy töltse fel magát az eszközt a dokkolóval együtt, majd utána kell úgy kipróbálni, hogy egy próbahívást, egy próba vészjelzést leadni, akkor már ugye kiderül már akkor, hogy mindenfajta rendszerben az adatok megvannak a rendszerben, és onnantól kezdve már élő a dolog. 30-40 perc untig elég ebben, hogy töltsétek, de én azt szoktam javasolni, mivel hogy ez egy jó pofa dolog, fogtad ugye a dokkolót már így érezted. Igen, igen. Ez legyen mindig az éjszaka az ágyatok közelében, mert ha bármi van, és jön a gond, akkor elég csak lesöpörni. Uh-huh. És az eleséshez is már akkor újra működik. Hadd kérdezzek közben, Zoli, bár én majd is hallom a harmadikban is, de most akkor, ha már itt vagyunk, így az éladásban is, hogy idős otthonokban szoktak olyat alkalmazni, például Gyömrőn, ahol nekem a nagymamámék éltek, hogy
a telefonkajdlót, ha leveri, de semmit nem csinál, akkor két perc múlva ott a nővér meg a félszemélyzet, mert olyan riasztást rendez a készülék, hogy még. Igen. Tehát, hogy ugye ez is valami olyasmi technológián alapul, hogyha leveri, nem, tehát érzékeli azt, hogy valahogy esik a készülék. Értem. Ugye? Vagy hogy működik? Ez egy szenzor van beleértve. Szenzor, ugye igen, ezt akartam. A sebesség érzékelő szenzornak hívják, és az érzékelő, ha ledobjuk, akkor nem. Hanem van ennek egy érzékelője, aha, ami vagy eldőlünk, tehát ezt igazából úgy kell elgondolni, mint a zsák, a pumpi zsák, hogy szépen lassan eldől. Akkor érzékel ezt az egészet. Azt a 30-40 percet tartottam, hogy ezt napi szinten untig elég, de ha nem, akkor elég este, éjszaka rárakni. Már elején mondta, hogy nincs túltöltöttség állapot, nem tudjuk túltölteni, nincs ilyen veszély. És ez bárhova vihettem magammal? Ez a lényege. Igen. Nem bárhová, kötelező bár. Tehát, hogyha igen, neked van egy ilyened, akkor hordani kell. Mondjuk elesek a mozgó légcsőn, akkor már jelzi. Így van. Ha benne van a dokkolóba, igen, és ahol, mit tudom, fekszik ott az ember, éjszaka van, rosszul lesz. Akkor kell lesöpörni az egészet. Szóval, hogy akkor nem elég az, hogyha a gombot megnyomom a dokkolóba? Nem, mert igazából, hogyha benne van, akkor az kvázi a jelzést így nem tudja elküldeni. Mindjárt állítom őket, mindenki keres. Itt fekszik bele. Halló? Igen, majd nyugodtan. Mindjárt visszahívnak. Régi alkotámobiltelefonoknak volt ilyen töltő. Az alján itt érzékelned kell, de nagyon jól be van építve, a mágnes. Igen. A legalján. És ugyanez a mágnes itt belül megvan, és azt húzza be. Igen. Mondom, nekem volt egy Alcatel telefonom nagyon régen, 20 évvel ezelőtt. Ez a Manta Cheesy, és annak volt ilyen dokkolója, hogy így raktuk be. Igen, azok még régen úgy voltak, és akkor vettem van, kettőt, és cseréltük, hogy az mindig éljen. Így van. Emlékszem erre a formára, hogy ugyanilyen kehely formája volt, és beleállítottuk a telefont, járt benne, és elkezdte tölteni. Szóval. És mennyivel tud többet, mint a gondos óra, ami a 65 évben felülieknek van? Ugye beszéltük, hogy valamivel többet tud ez a készülék. A telefon, amit mindjárt meg is fogok mutatni, hogy lehet vele külön beszélni. És maga a szolgáltatásainkban, tehát hogyha valaki egy-két hónapon belül nincs semmiféle vészjelzés, akkor a diszpécser központ föl fog titeket hívni, hogy minden rendben van. Bármikor, ha megnyomjátok véletlenül, akkor nincs gond. Hadd hívjanak föl. Szokjátok meg. Nem tudom leállítani. De tudod, de addig is hadd kérdezzük meg, hogy vagy. Vegyék föl veletek a kapcsolatot, mint egy telefon, ugye? Mert fölvenni nem kell, letenni nem csak kell. Csak hogy ne zavarjuk felesleg. Hát nem zavartok senkit. Ezt akarom pontosan elmondani, hogy... Mert milyen felesleges hívás, jó, nem akar az ember foglalni mások elől. Hát te kész vagy egy ilyet tőlem, akkor én meg fogom neked tanítani, bár nem titok. Amikor ezt a rezgést hallottatok 10-11-szer ezek, akkor egy gomb, ebben az SOS gombot megnyomod egy hirtelen egyszerű nyomás, akkor le tudod állítani. Ja, ez érdekelt. Bátran kérdezzetek, mert ha csak kérdeztek, akkor olyan estek mondani, amit már mindent kéne mondani, és értelem nem jut eszembe. Örök garancia. Az azt jelenti, nagyon jól hangzik, de miért mondhatok én nektek ilyet? Azért, mert kvázi ez az eszköz nem igazán tud tönkre menni. De ha mégis tönkre megy valami kütyű, akkor egy-két napon belül a GLS-et kicseréltetem. Uh-huh. Inaktiváljuk, aktiváljuk a régit, inaktiváljuk, az újat beaktiváljuk, és akkor már ott is van. Tehát ebben nincs olyan, hogy el kell vinni a szervizbe, és majd a szerviz majd x nap után majd szól, hogy kész van. Uh-huh. Ilyen nincs ebben. Mondtad, hogy van benne van SIM-kártya. Igen. Az telefonszámhoz tartozik, pontosan, vagy plusz nem, telefonszám. Minden egyes eszközhez tartozik egy 70-es telefonszám. Igen. Amit azt jelenti, hogy előbb is hallottátok, hogy beszéltünk a központon, igen, és telefonként működött. Igen. De ha már benne van ez a SIM-kártya, és én tudom, hogy mi a SIM-kártyának a száma, akkor én mindjárt meg is mutatom nektek. Hát az adatlapon szintén rajta van, hogy a hozzám tartozó szám, nem? Hát. Igen. Odaadom neked, parancsok, fogd meg. Köszönöm. És csak egy kicsit emelt fel az arcodhoz, és én bemutatkozok neked, szervis csőrűzőt, és téged hogy hívja? Szia, én Tótné Marcsi vagyok. Én ki vagy hangosítva az én telefonommal, igaz, hogy közel vagyunk, és ezért tonzit, de ugye mi most ketten
telefonon beszélünk egymással. Most képzeld el, hogy ezt az eszközt használod, és odaadod bármilyen rokonodnak, akiknek csak te akarod, azt a telefonszámot kiadod, akkor ő bármikor téged fölhívhat. Te nem tudod, ő igen. Neked föl se kell tudnod venni. Anyukám nem szeretne meg mindig fölhívom, és akkor jól van tőle, hogy beszéltünk mindig. Tedd már le, mert ő nem tudja. Igen. De leteszem, most leteszem, és meg fog szűnni a kapcsolat. Azt szoktam mondani, hogy inkább többször. Én végre fölhívhatom őt úgy, hogy én megnyugszom. Igen. De amikor én itt hívtam, és nem vette fel is egyik telefonját, akkor én ideges voltam. Mert nem volt ideges, mert nem tudta, hogy én keresem. Én viszont ez én miattam van. És segített a húgom, aki gyógypedagógus, hogy most anyuka most 80 évesen kapott egy telefont. És mi telefonként hajlandó volt használni. De ebben ez a lényege, hogy ez a telefonszám kiadható, de annak, akinek te akarod. És akkor központ is ezen hív fel. Igen. De így van. Meg hát akinél mondjuk a kulcs van, célszerű, hogy az is tudja, mert hogyha mondjuk olyan baleset éri, vagy bármi, ami nem tud beszélni, ugye azt mondtad, hogy először a kulcsos embert értesíti a... Attól függ, hogy hogyan jön be, hogy ki, tehát azt be lehet jelölni. Hogy mondjuk csak egy 5 perces ilyen eszméletvesztés volt, utána magához tért, és lehet vele komolyan. Igen, maga a helyzet az mindig generálja, hogy mi a legfontosabb. Mm. Ha föl tud, tehát hogyha megnyomom a gombot, elesem is, de tudok kommunikálni, akkor nyilván az a fajta protokoll, amikor ilyenek a szokásos. Igen. Az a protokoll jön be, amikor nem lehet vele fölvenni a kapcsolatot. Na akkor van az, hogy megfordítja, hívja a kulcsos, hívja a rokonokat, és hogyha mindenki messze van, be van írva, akkor már hívja a mentőt. És olyat tud például, hogyha mondjuk a nagymama nyakában van, de a nagymama szegényt ilyen Alzheimer kóros, és eltévelyek valamelyre otthon, ról ugye ilyet hallunk ilyet a gyakorlatban. És akkor te föl tudod írni a diszpécser központot, és meg tudod kérdezni, hogy a nagymamádnak a telefonszáma ez az amaz, hogy azt határozzuk már meg, hogy hol van, mert te szeretnél oda menni a nagymamádnak segíteni, hogy hazataláljon. Kétfajta válaszom van a kérdésedre. Egyik az, hogy mivel eleve rajta van, akkor te föl tudod elvenni a kapcsolatot. Igen, de nem tudom, hogy hol van, de ugye ha ő nem tudja elmondani, akkor a diszpécser egyértelmű meg tudja neked mondani, hogy hol van ez az eszköz. Mm-hmm. Igen, tehát ez a lényeg, hogy lekövethetem. Van ez a kerítés, ugye, igen, hogyha van. Mondjuk a nagymama erősen demens, mert például én demensekkel is foglalkozok, de behatárolod neki az egy körzetet, amin mondjuk nem, mondjuk a ugyan saját telkét nem hagyhatja, vagy tehát, hogy ahol még biztonsággal közlekedik, de akkor már értesíti a diszpécsert, hogy gáz van, mert bejelez, mint vészjelzés, hogy ezt úgy szoktam mondani, hogy van az Origo a lakások házunk, és hogyha be tudjuk határolni, hogy el tud menni a üzletbe, a közérbe, elmegy a barátnőjehez, hogy elmegy a gyerekhez, aki nem lesz vakit, de bármi lehet, és ezen felül... Vagy egy értelmi fogyatékos felnőtt is, aki esetleg próbálják egy kicsit önálló életre, de hogy... Igen, ezen fajta változata lehet, itt igazából egy a fontos, hogy ez az eszköz legyen nála. És aztán utána lehet finomítani arra az élethelyzetre, hogy ezt használja. Life Max vagy Life Max? Lifemax. Nem könnyű. Jó. És teljesen törésmentes, például leesik. Hát nyilván a 17. emeletről a legjobb. Nem úgy gondoltam, hogy leesik. Hát mivel, hogy elesési jelzés is van benne egyértelműen. Tehát szoktam mondani, hogy én még azért ismertem ilyen kifejezés, hogy pótos sifa nem megölte. Tehát akkor semmi nincs. Most azt mondtad, hogy ha lesöpri az ember, akkor azt érzékeli az esésnek. Elesésnek. De hogyha én csak ledobom, akkor mitől már? Akkor, szóval hogy eldobtam, és úgy jelzem, hogy nekem szükségem van segítségre, mert ha nem jó söprök, mert nincs annyi erőm hozzá. Akkor szóval, viszont... hogy akkor ez hogy van most? Hát nyilván dobálozni vele nem. Jó, hát most nyilván nem rajta, például dobás. Eleve nem tudom, hát ilyenkor jönnek azt, hogy mi van, ha beesik a WC-t, és lehúzunk. Jó, hát most nem arra gondolok, hanem mit tudom én, most konkrétan mondom, van egy kerekeszekes barátnőm, aki mondjuk éppen fel kell, vagy nem bír fölkelni, és segítség kéne neki, és mondjuk csak leveszi, és ledobja,
a parkettára, akkor az úgy jeleze, vagy tényleg kell egy ilyen söprés mozdulatot tenni? Ilyen söprés mozdulatot kell. Van, amikor bejelez arra is, hogy ha eldobja az ember, de ugye nem erre van kiképezve. Ez egy kicsit lassítva van, ez a, úgy hívják különben, hogy giroszkóp. Ha meg tudjátok érezni maga, ez a szenzor, nem vagy a giroszkóp. Jó, tudom. Sebességmérés. Ez egyik ilyen fizikai változata. Nyilván ebben a lényeg az, hogy bele van ebben a pici kis eszközben rakva a 4-5 dolog egyszerre. Tehát telefonként működik, GPS hely meghatározója van, tudok küldeni vele jelzést, elesési jelzés is van benne, és jelzi, elküldi a geokerítést, és amikor elhagyjuk, és jelzi azt is, amikor már 20% alá esik a töltöttsége, akkor eleve bejelzi a központba, és a központban megpróbál téged felhívni a saját töltőre. És akkor úgy kell elképzelni, hogyha valaki egy ilyet szeretne, akkor köt egy szerződést, igen, és akkor ott konkrétan személyre szabjátok. Tehát, hogy akár a geokerítés távolságát együtt határozzátok meg az igénylővel, azt, hogy, hogy ki legyen a kulcsos ember, azt, hogy például a milyen, mondtad, hogy a diszpécser látja rólam az összes adatlapot, dokumentet, tehát én adom meg, vagy az EST-ről töltítem a hozzáférés, vagy ez hogy van? Ezt minden egyes emberke, aki ezt szeretné használni, együtt kitöltjük az adatlapot. Tehát az az adatlap, akivel el is hoztam, meg tudom mutatni. Hogyne. Hogyha valaki igényel egy ilyet, akkor kimész hozzá mondjuk házhoz, és akkor bemutatod neki ezt az eszközt, és kitöltitek az adatlapot. Pontosan. És akár még a szerződést is. És ennek mi a költsége, vagy mi a díj egy ilyen órának? A piszkos anyagért az elindulja. Ja, hát ez a legfontosabb. Néhány százezer forint, úgyhogy. Ennyi? Néhány százezer forint. Mint a múltkori klubban, nem sok-csak 600 ezer. Ja, a... És a kedvezmény 300 ezer. Hány ezer készülék? Hát én igen, én is jártam a cukrosokkal, most nagyon sokat voltam cukros világnapokban. Mindenfajta áldakat is behozottam. Közben azért körbevonom, van ez a, ezt én nagyon szeretem, ez az a úgynevezett karpánt. Ez egyszerű 3000 forint, sajnos ez nem tartozik a batyuba, de érzik, hogy pont vele lehet pottintani, és pont puha, és pont átengedi a vizet. Ez is egy karóra. Ez egy karóra, és úgy van kialakítva. A férfiaknak egy csipesz. Nem esik ki. Öv csipesz, és akkor van a harmadik, ez pedig ugye a madzag. A madzag hozzátartozik, két felszám. Ismerem, mert annyira pont ugyanilyen. Mielőtt befejeznénk az élőadást a szerződés felolvasása előtt, hogy ne legyen nagyon hosszú, megkérdezném, hogy ennek mennyi a havidíja, tehát a piszkos anyagiakra majd térjünk rá. Köszönöm szépen. És akkor itt van a belülről rakott bele, és akkor a karod miatt nyomtott ki. Visszakérem, mert van egy kérés a tűnőnyitől. Mutassa meg a kamerán, itt az övcsipest. Visszaadom mindjárt nektek, jó, megcsinálom. Mert beszélünk a többieknek, el szoktam mondani az anyagi dolgait. Gyakorlatilag azt. Egy kis csöndet kérnek, hogy akkor mindenki hallja. Figyeltek rám, és utána odaadom végig, jó? Csak hagyj fejezzem be az adást, jó? Az anyagiak. Ennek, ugye ezt nem megvásárolni kell, hanem ezt bérelni kell. Ennek az a lényege, hogy havi díja van ennek a segélyhívó szolgáltatásnak. Ez egy szolgáltatás. Kérem szépen, és hogy odaadom. Jó? A lényeg az, hogy 4900 forint, és mindig bruttót mondok. Havi szinten ez 4900 forintba kerül. Lehet úgy sima szerződést kötni, hogy nem kötünk le semmiféle időt, akkor van kettő olyan összeg befizetés, egyszerű összeg, amit be kell fizetni, az, hogy ez a kis pici kütyű megjelenjen a házunkban. Van egy rendszerhasználati díj, ami 29.900 forint, és van egy 1.800 forintos GLS szolgáltatásnak a költsége, hogy kiviszik helyszínre. Ha viszont, ha kötünk egy éves szerződést, hogy ti egy évig vállaljátok, hogy ezt fogadjátok, akkor ennek a költsége, a bekerülési költsége felére esik le, tehát 15.000 rendszer használati, és a maga 1.800 forint szállítási költség is eltűnik. Viszont
két éve szerződésköttünk, és idáig mindenki ezt kötötte velem, akkor viszont egyszerű költség van, az a havidíj. Se rendszerhasználati, se szállítási költség nincs. Ha valaki két évet aláír, az azt jelenti, hogy most, jelen pillanatban, abban az évben, hogyha ezt kéritek, akkor pontosan felére esik vissza az a 4900 forint. Tehát aki decemberben köt velem szerződés, mert velem kell, az 2450 forint per hó, és hogyha két évre aláírjátok, akkor nincs más költség. És akkor ezben mondjuk elhunyok, vagy? Akkor megáll meg a szolgáltatás, és addig, amit fizettél, onnan tovább már nincs mit fizetni, mert magát az eszközt kell visszaadni. Rendeltetésére használt után semmiféle plusz költség nincs. És elvesztem, hogy bármi olyan, vagy a gyerek bedobja a vécébe. Nem volt még ilyen. Jó, de mondjuk élet elveszti. Produkál mindig valamit. Ezeket a költségeket nem én számolom ki. Uh-huh. Hát kvázi most én nem tudok nektek költséget mondani, hogy ez mennyibe fog kerülni, hogyha. Uh-huh. Ez nyilván tárgyalás kérdése. Azért mi szociálisan érzékenyek vagyunk, tehát nem nagyon volt még erre precedens, hogy valaki pénzért be kellett napelni. Ilyen még nem volt. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy ez csak a 65 éven aluli fogyatékkal élők vehetik igénybe. Ha valaki 65 éven felül él fogyatékkal, akkor nem köthet erre szerződést? Mindenki köthet mindig, mindenre, csak akkor kötelességem elmondani, hogy hasonló eszköz a 65 év fölöttieknek ingyen van. Az a gondos óra. Igen. Maga az eszköz is hasonló, ugyanekkora, helyek közben ugyanezek a dolgok benne is megvannak. Azt hiszem, a két telefon, két oldal kommunikáció az nincs benne, de ugyanígy néz ki. Nyilván kötelesség azt is elmondani, hogy hiába több a szolgáltatásunk, meg ugye a gondos órára fölmentek a honlapra, akkor azt írják, hogy akár mentőt is hívhat, de nem nincs ilyen. Tehát a protokoll szerint úgy van, akkor mentőt hívunk. Nyilván most ez a 2450 forint, a kiszámoltak, ez napi 87 forint a mai világban. És ezért kaptak egy komplett, hogy azt szoktam mondani, egy családtagot. Egy általános, 24 órás családtagot, aki bármikor, ha kell, tud segíteni. De nyilván nem azért használja ezt az ember, hogy napi kelljen, de viszont itt az idő, ami az idővallom, ami nagyon fontos akkor, amikor zűr van. Mert akkor dőlnek el a percek. Ugye szokták mondani, hogy egy perc az mennyit ér ilyenkor. A kulcsos ember azért fontos számotokra, mert hogyha akármi történik veletek és nem tudnak bejutni, a mentős nem mehet be, a rendőr sem mehet be. A tűzoltó mehet be. Csak akkor, ha a rendőr hívja, tehát ez egy bonyolult helyzet. Minden önkormányzatnál megvannak különbözők a szabályok. Majdnem egyformák, de mégis vannak kitételek, mondja, ahol a panelházak vannak, hogy ott vannak a rácsos, ami ugye be is van tiltva. De ott is volt nekem az egyik hölgy, aki rendelt tőlem, hogy akkor nincs jóval a szomszédokkal, akkor éjkörül van. Na igen. Na de, a rács ott van, és a rácson kívül vannak a csengő. Uh-huh. Hát akkor valaki csak beengedi. Uh-huh. Tehát azt mondtam, hogy az még egy jobb helyzet, hogyha valaki rácsal el van zárva, ugye 3-4 lakás mint szinten, mert 3-4 lehetőség van, aki beengedi. Különben ott nyugdíjasok jönnek mellett a kettő is. De ez megint egyedi helyzet. Mindenkinek a saját élet az egyedi. Ehhez van egy eszköz, amihez jól mondtad az előbb, hogy lehet hozzá kicsit kivalítani. A egész országos lepedettség van, tehát mondjuk zsákfalvakban vagy tanyákon is igényelhető? Nagyon jó a kérdés. Mindenhol igényelhető, mert a maga az a telefonszámmal van lefedve. Tehát a Vodafone-os szám országos szinten mozognak. Ugye van egy pár, nem csak sok. Van a 30-es, a 20-es, meg a 70-es. Nem, van olyan, amikor, mit tudom én, a Vodafone volt már nekem, a kollégám Jász is, meg Debrecenben is dolgozik, és vannak ilyen kis falok, amikor nagyon nehéz. Viszont ott meg a T-Home sokkal erősebb, akkor semmi más nem csinálunk, mert a T-Home-mal is van szerződésük, egy T-Home kártyát rakunk bele. Értem. Tehát én tudunk erre figyelni. Nagyon köszönöm ezt a tájékoztatást, tehát akkor mindenki igénybe tudja venni, csak az a különbség, hogy 65 éven felül, ha valaki mondjuk nem a gondos órát választja, hanem a Life Maxot, akkor ezt a havi díjat fizetnie ezt kell. Fizetni, és hangsúlyozom, hogy ebben az évben még a fele áll. Nagyon. Nem, attól már nem.
Ez is megmondom, nem kell, hogy itt nagy dolgokra gondoljunk. Van egyfajta készletünk, amit mi ki szeretnénk adni, hogy újra kérhessünk egy nagyobb mennyiség. Most akkor én még annyit kérdeznék, hogy most decemberben féláramban, és januártól már teljes 4900 forint. Tehát ebben a hónapban ez az akció, és januártól pedig 4900 forint havonta. A december 30-ig kötnek velem szerződést, aki ezt hallja. Ha szeretné egy ilyet, akkor az még féláramban. De úgy értem, hogy decemberben féláron, januártól pedig 4009. Mm-hmm. Jó, rendben, így már világos volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a klubunkra, köszönöm, hogy beszámoltál erről az óráról. Én úgy gondolom, hogy ezek a fejlesztések a mindennapi életben nagyon jók, különösen azoknak, akik egyedül élnek, fogyatékkal élnek, és így egy bizonyos biztonságot is kaphatnak, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy így a klub szinten is, illetve online szinten az érdeklődők megismerkedhetnek ezzel a kitűnő fejlesztéssel. Még egyet kérdeznék, hogy ez magyar fejlesztés, vagy valahonnan átvett? Ez egy átvett fejlesztés, ez egy európai szintű fejlesztés. Jó, és akkor egy elérhetőséget mondom, még kérnénk. Én akkor válaszolok, köszönöm a lehetőséget, nagy örömmel jövök ide hozzátok, hogy most már ez a második ilyen klubnapon vagyok, és még megyek még vagy 2-3, de most már lesz több is. Engem nagyon-nagyon megfogott ez a munka abban, hogy én embereknek tudok segíteni. Ez leértem úgy az életemet, hogy vendéglátósként működtem 40 évig, és ott is segítettem az embereken az evésivászatban, de itt viszont az egy kicsit sokkal komolyabb, és ezt én nagyon örömmel teszem. Bárki bármikor hívjon, Csidőz Zoltán vagyok, a Lifebox Egyesületek vagyok a munkása, és a telefonszámom 0670-445-0649. Annyit kell, hogy fölhívni 0670-445-0649. Jó? Itt hallottak engem, innen van a telefonszám, és onnantól kezdve föl tudjuk venni a kommunikációt. Budapesten vagyunk, én budapesti srác vagyok. Igaz, hogy Velencén élek most, de az nem jelent semmit, én nagyon mindenhol el tudok menni Budapesten belül. Igen, a Lifemax, ugye Lifemax-nak mondjuk, YouTube-on vannak pár perces videóink, lehet látni, amikor át lett adva a Püspökladványi Dispatcher Központunk, lehet most videót hallgatni, látni a Dispatcher Központtal, tanulja meg a betegségeknek a gyógyítását, vagy pedig az elhárítását, ugye most a pánik betegség van soron. Nagyon szépen köszönjük ezt az értékes előadást, és vendégünk ezen a klubnapon még Frecska Veronika is, aki a 9. kerületben fogyatékos ügyi tanácsadóként dolgozik, és az itt hallottakat ő is át tudja adni az érdeklődőknek, illetve a 7. kerületben a Bisic Johanna integrált Hubán Szolgáltatási Központban is dolgozik, tehát nem csak egy, hanem több kerületben élő fogyatékkal élőket is, ő is tud erről az új kezdeményezésről tájékoztatni. Úgyhogy én örülök annak, hogy többen remélhetőleg széles körben megismerik ezt a lehetőséget, és használni is fogják, és a legfontosabb, tehát ha valaki ezt megrendeli, akkor hordja is, tehát ne a fiókban legyen. Én elköszönök az online klub hallgatóitól, és mindenkinek kellemes Mikulás kívánok, hiszen nem sokára hozza a puttonyba, a zsákjába az ajándékokat, és reméljük, hogy mindenki jó volt ebben az évben, és csak klassz dolgokat kap. Szalainé Tündi, közösségi civil szervezőt hallottátok.